6 felterjesztés érkezett a legutóbbi értéktárbizottsági ülésre, mindegyiket elfogadták. Egy kivételével minden javaslat a Szépítő Egyesülettől, a város egyik legaktívabb civil szervezetétől érkezett, amelynek elnöke mostantól bizottsági tag is. Szintén új tag Fűzfa Balázs irodalomtörténész Kalló Zsolt hegedűművész mellett. Zoladéki Lászlót az Egyesület 50 éves jubileumára építette az Egyesület akkori vezetősége, és ugye azért ez már 83 évet jelent az Egyesületünk életében és a város életében is, úgyhogy azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, de egy picit megelőz korba minket a Haladás Vasutasport Egyesület, bár az ugye nem a mi tevékenységi körünkhöz tartozik, viszont meg jövőre 100 éves jubileumokat fogják ünnepelni. Emellett dr. Pető Ernő munkássága, a kékfestőműhely, a tankenyér és sütőüzem és az Ezredévi Park került be a város értékei közé hivatalosan is. Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy vannak olyan városok, ahol 100 dolog került már be az értéktárba, Szombathelyen ez a szám még 30 feletti. Be kell, hogy valljuk, hogy elég passzív a részvétel a felterjesztéseknél. Ezen a jövőben változtatni kívánnak a bizottság tagjai, amihez a lakosság segítségét is kérik. A bizottságunk eddig körülbelül negyed évente ülésezett, épp a mai találkozónkon döntöttünk úgy, hogy ez lehet, hogy sűrűbb is lehet, hogyha összegyűlik 5-6 olyan kezdeményezés, javaslat, amit már érdemes véleményezni, akkor össze fogunk ülni. Egyébként javaslatot bárki tehet, és nagyon nagy szeretettel várjuk is ezeket a javaslatokat. Nem csak alapítványok, egyesületek, különböző szervezetek, hanem magánszemélyek jelentkezését is várják, hiszen számos olyan dolog van még a városban, amelynek az értéktárban van a helye.